És talán még megvásárolom is. 1990 után Erdély szerte is egyre sűrűbben rendeztek szépségversenyeket, ám ezek jobbára egyetlen megye vagy kisebb régió csinos lányait vonultatták fel. A mezőnyt általában az is meghatározta, hogy milyen nyelven zajlott az esemény. Székelyföldön például szinte mindig csak magyar nemzetiségű lányok versenyeztek egymással a királynői koronáért. A Miss Bella Transilvánica az első olyan seregszemle, amely nem csak a régió határait lépte át, hanem a nyelvi korlátokat is. A magyar és a román nemzetiségű lányok most első ízben léptek együtt a kifutóra. A szakma azt mondta, hogy igenis a jól szereplő és már nagyon tapasztalt román lányok mellett a két magyar lányt nagyon-nagyon nagyra értékelték. Azt hiszem, hogy még a régióban nem látott show elemeket tudtunk felvonultatni, és a másik pedig az, hogy az első olyan verseny volt, amelyik Székelyföldön egy román-magyar kétnyelvű versenyként volt megrendezve. A kétnyelvű verseny természetesen kétnyelvű közönséget vonzott, ezért a rendezők a műsor összeállításában is igyekeztek minden igénynek megfelelni, látványban és hangzásban egyaránt. A 17 Erdély különböző részéről érkező szépség ruháját a neves román divattervező Cătălin Botezatu álmodta meg, akárcsak az igényes koreográfiát. Nagyon színvonalas verseny volt, a kezdeményezés megérdemel minden dicséretet. Az a tény, hogy az ország szívében került megrendezésre a szépségverseny, azt bizonyítja, hogy rengeteg szép lány van Erdélyben. Merem remélni, hogy nem ez volt az utolsó verseny, hiszen megérdemli, hogy megrendezzék a jövőben is. A gondosan megtervezett látványelemek és a versenyzők kezdeti botladozása után a zsűri végül hosszas mérlegelés után választotta ki az erdélyi szépek szépét. Egy pillanatra sem gondoltam volna, hogy én lehetek a szépség királynő. Mondtam is az elején, hogy a lányok gyönyörűek. Nagyon jól kijöttünk egymással, annak ellenére, hogy voltak nyelvi nehézségek. Elég nehéz volt beszélgetni, de a végére összebarátkoztunk. A Miss Bella Transilvánica tehát minden ízében hamisítatlan erdélyi rendezvénynek bizonyult. A Hargitai megyeszékhely pedig, ha csak egyetlen napra is, a romániai divatszakma kétnyelvű központja lett, amely nemzetiségtől függetlenül minden érdeklődőnek kellemes szórakozást kínált.